apukám festőművész is volt, nem csak vitorlázó. Kevés a vitorlázást kaptuk tőle. Nekem ez meghatározóvá vált az életemben. Nekem, amikor elgondolok, akkor az a legerősebb, hogy úgy élj, ahogy szeretnél. Nem csak a társadalom által elfogadott úton lehet élni, hanem lehet másképpen is élni. Tehát élhetsz úgy, ahogy mondjuk én, hogy a munkám az, amit egyébként szeretek csinálni. Olyasmivel foglalkozom, amit nem tanítanak iskolában. És nem kerültem be egy rendszerbe, amin a lépcsőfokok ki vannak jelölve, hanem itt nincsenek kijelölt lépcsőfokok. Hanem keressük a saját lépcsőinket, és próbálunk azon fölmenni. Ritkei Farkas, vagy ahogy becézik, Farki, a magyar vitorlázás egyik kulcsfigurája. A 2000-es évek elején új fejlődési pályára állította a sportágat. Ez a fénykép 1972-ben készült, Farkas és öccse Botond vitorláznak a kishajóval. Versenyző karrierjük kódolva volt, édesapjuk pont ebben az évben vett részt a müncheni olimpián. Jön a bója, húzok rá a vitorlára. Talom el a kormányt. Húzod. Nem kell a kötelet nézni, előre nézünk. Hol fogod a kormányt kezdésnek? Jön a bója, talom el a kormányt, és húzok rá közben a sapra. Nem nézzük, most már előre nézünk. Hát amikor megtanultam azt, hogy én tudok jól szerepelni, az 77-ben történt. Akkor voltam 11 éves. És valahogy olyan formát futottam az Optimist mezőnybe, hogy az edzőm, aki Hegedűs Tibor volt akkor, úgy gondolta, hogy engem a nagyok közé kell beíratni. És akkor megtanultam, hogy nekem ez megy. Tudok nyerni. A Litkei testvérek versenyről versenyre jártak kamaszkorukban. Farkas Findingivel vált nemzetközi szinten is sikeres versenyzővé. A mai fiatal titánok is ezen az úton járnak, tavasztól őszig hajtanak. A kishajók a jollék pehelykönnyűek és nagyon érzékenyek. Ilyenekkel hajózva válik az ember a vitorlázás mesterévé. A vitorlás versenyek legnagyobb része pályán zajlik. Az azonos hajókból álló mezőny háromszög formájú pályán megy végig, és az győz, aki a legtöbb futamot nyeri. A kék szalag itthon az egyetlen olyan vitorlás verseny, ami vezető hírnek számít a tévéhíradóban. A feladat? Körülvitorlázni a tavat.
A kék szalag a Balaton életérzés esszenciája, úgyhogy szinte minden vitorlázó elindul ezen az embert próbáló megmérettetésen. Litkei Farkas az 1934 óta létező verseny rekordere 10 alkalommal nyert szalagot. Két van bőven. Megvan? Jó. Megnézzük mindjárt a hátulját, hogy mit írt annak. Akkor nem is keresem tovább. Hát amikor a Kovács Béla megnyerte Binnen Jolival a kék szalagot, kikötött a Mollónál, és hát üdvözölték, ahogy megérkezett itt a győztes hajó, legénység. Igen. Minden korban ez volt a legnagyobb felhajtás. Tusz Miklós, négyszeres kékszalagnyertes vitorlázó. Tehát ahogy apám is ugye lelkendezett a kékszalagért, mert az ő klubja csinált az első kékszalagot, ők a Henrik Tiborral találták ki és csinálták, és az első kékszalagot ők csinálták. Hát nekik akkor ez egy nagyon nagy felhajtás volt, és a helyi sajtó is ugye, hogy hú, a kékszalag óriási. 55 nagyhajó indult a hagyományos balatoni versenyen. Az erős délnyugati szélben az orvitorlákat is bevonják. Genesénél a Gólyát megkerülve fordulnak Keszthely felé. A nagyhajók versenyében élen halad a már kétszer kék szalagot nyert Nemere 2. Estébe hajlik az idő, amikor Füredhez közelednek a vitorlások. 11 óra 30 perc alatt tette meg a 170 kilométeres távot az elsőnek befutó Nemere 2. Ezzel harmadszor és véglegesen megnyerte csapatával a kék szalagot Német István, a füredi vasas versenyzője. És aztán minden kornak megvolt a maga kis mezőnye, de hát a legjobb fokmérő talán, hogy hány hajó indul rajta. 957 nagy nemerével indultunk, Smalc Józsi bácsi volt a kormánynál, engem is bevettek a csapatba, 19 éves voltam, éjszaka kormányozhattam körülbelül 2,5 órát, de felkészülés annyi volt, hogy a hajót úgy rendbe raktuk, átvizsgáltuk, átnéztük, szállingvégeket raktapasszal körbe tapasztottuk, hogy ki ne szakítsa a vitorlát. Én 96-ban szerepeltem az olimpián. Abban az időben a kék szalag az nem ilyen volt. Nem volt izgalmas. Nem voltak izgalmasok a hajók, amik indultak rajta. 5-10 évvel korábban, amikor mi még a manuállal mentünk, akkor azért ez még egy hobbi volt. Csuri Zoltán, kétszeres kékszalagnyertes vitorlázó. Minket meghívtak, mi megköszöntük, örömmel mentünk, és örültünk, hogy nyertünk, és nyilván akkor, ha az egyiket megnyertük, akkor újra meghívtattok, de jó, akkor újra megyünk. Persze nyilván az ember meg akarja nyerni. Én azt gondolom, hogy a Farki hozta be először a kékszalagversenybe azt a fajta profizmust, amikor a felkészülés már egész tudatos, szinte az egyik verseny végén már tudta, hogy a következő versenyre mit kell a hajón fejleszteni, esetleg melyik embert kéne lecserélni. Megjelentek a 70-es cirkálók 95-ben, amit a Paulovics Dénes fejlesztett és épített. Ezek már úgy kezdtek izgalmasak lenni, tehát azokat úgy nézegettem 96-ban, hogy milyen nagy tempót vitorláznak, és tetszettek. Elkezdték vinni ezeket a hajókat a gardára, és az volt egy ilyen meg körbe Európában, az volt egy ilyen döbbenetes élmény, hogy itt a Balatonon ilyen nagyon-nagyon gyorsnak számító 70-es cirkálók a közelében nem kerültek azokhoz a hajókhoz, amik a gardán vitorláztak, és ezek voltak a liberák. Akkor annyira vonzottak a liberák, hogy nem mentem oda közéjük, mert fájt, hogy nekem nincs. Oda megy be! Ott a kütyi árapakoljuk rá! A liberák voltak az első olyan hajók, amire azt mondtam, hogy úristen, ez tényleg valami komoly technikai
nagy dolog. Tehát ez a vitorlázásnak egy olyan eleme, vagy olyan része, annyira izgalmas, annyira nagy tudást feltételez, hogy ezt akarom, ez nagyon érdekel. Egy 12,5 méteres hajó olyan könnyedén, mint egy pingponglabda siklik a víz tetején, elképesztő sebességgel. Az nagyon vonzó volt. Azt mondtam, hogy ez igen, ez érdekel. És ott kezdtünk el igazán a kék szalag felé fordulni. A 10 kék szalag együtt, az egy komoly dolog. Tehát az egy nagyon nagy súly. Az, ami az én karrierem. Végül is minden erre mutat. Gratulálunk! Csodálatos volt, fiúk! Hát hiába vannak szakmailag értékesebb versenyek esetleg, az, hogy 10 kék szalagot meg tudtunk nyerni, az nagyon komoly dolog. Nem kérdés, ez kérdés nélkül az én karrierem. És minden más, az csak kiegészítő. Sziasztok! Ide kell egyedül, hogy komoly kötél, illetve erre a két posztra kell komoly kötél. Komolyan vettük a kék szalagot, nem a meglévő hajóinkkal indultunk el, amivel egyébként más versenyeken is szerepelünk, hanem vásároltunk egy a kék szalagra való hajót. Nálunk két dolog összeadódott, amitől nagyon erősek lettünk. Ez a kvázi profi mentalitás, vagy inkább azt mondom, hogy az élsportolói emlékeknek az alkalmazása a túravitorlázásban, és egy professzionálisan felkészített hajó. Egészen odáig a kék szalag arról szólt, hogy vannak hajók, amik jók erre, arra, amarra, és az elindulnak a kék szalagon, és abból a legjobb megnyeri a versenyt. Persze, hát itt volt ezen, mert egy 20 éves állócad is. A Pleasure volt az első Libera, amelyik sikeresen körbe tudott menni a tavon. 2001-ben Litkei Farkas ezzel nyert először kék szalagot. Úgy álltunk ott, mint egy ilyen, mintha kaptunk volna egy hatalmas legót, a papír nélkül. Glódi Balázs a Litkei csapat legrégebbi tagja. És az egy olyan két vagy három napos meló volt, még abból hajó lett. És azért nem mi kezdtünk el liberázni. Szóval az első ember, aki liberázni kezdett, az a Brencsen Ábel volt, aki meglátta a gardatavon, hogy vannak ezek a sok trapézos hajók. Egy olyan hajóra, amit egyébként ő épített, ő azt átalakította liberára. De az sosem működött liberaként. Ott többször előfordult az, hogy háromszor felborultak, mire felhúzták a grószt, aztán kijöttek. Mi a Libera? A Libera ez egy hatalmas jól lett igazából. Hát egy 12 trapézos nagy hajó, ahol a legénység a tőkesúly. Visszaemlékezem, amikor először találkoztam vele a BKV kikötőben, akkor egy valami szakadrózsdás japán autóból szállt ki egy ilyen szoffos csávó. Ő volt a Farki. Azért, hogyha most ránézel, akkor nem ez a kép jelenik meg róla. Kialakult benne egy olyan menedzser szemlélet, ami nem volt még 2000-ben. Vannak emberek, akik vállalatokat irányítanak. Egy ilyen libera csapat az olyan, mint egy kis cég. És ő ezt megtanulta irányítani az idők folyamán. A csapat az úgy építi a Farki nagyon tudatosan a csapatot, hogy kell neki egy... Tehát van ő, ugye ő fogja a kormányt, ez eddig minden volt kérdés soha. Jó Ferenc, 10 éve a Litkei csapat tagja. Aztán kell neki valaki taktikus, aki sokáig a Litkei RP volt, akivel átbeszélték, hogy merre, mit, hogy, de ők ezt mindig, tehát itt szinte nincs demokrácia, mindig a Farki begyűjti az információt a megfelelő emberektől, és utána ő dönt. A Farkas nagyon lelkes amatőröket szedett össze, bennünket, akik mindent megtettünk, hogy jöhessünk, hogy egyszer focizhassunk a nagyokkal.
nekünk valamilyen nagyon kevés. Tehát minden, az ellenfélekhez képest szinte semmi sportmúltunk nincsen, nem mentünk végig a kis hajós iskolán, nem vitorláztunk végig minden hajóosztályt, nem voltunk magyar bajnokok minden hajóosztályban, hanem egész egyszerűen egy nagyon szűk posztra betanít minket, és ott egy jó szakmunkát vár el tőlünk. És ez az irdatlan sok gyakorlással, ezzel azért ezeket a posztokat relatív gyorsan, azért az látszik egy fordulónál, vagy egy bójánál, hogy mennyire gyorsan szereljük át a hajót. A világ legrangosabb vitorlás versenyén, az Amerika kupáján ma katamaránokkal versenyeznek, és ez hatással van az egész sportágra. A katamaránok, ezek a villámgyors kéttestű hajók 2010-ben versenyezhettek először a kék szalagon. Libera kormányos valószínűleg átadtam volna rég a stafétabotot egy másik embernek, hogy vigye a csapatomat és harcoljanak, és minden fegyvert a kezébe adok és csinálja. Amiért még mindig benne vagyok a kék szalagban, az a két testű hajózás. Most a Farki az alapvetően ugye egy testű hajókban van otthon. Ez 2 éve kezdődött, ez a több testű őrület. Itt sokkal több ellenfele van. Szaploncai Péter, az első katamarános kékszalagon győztes hajó taktikusa. 2 évvel ezelőtt láthattuk, hogy hajszálon múlt, hogy nem ő nyerte meg. Tehát igazából az első lehetőségnél, az első évben rögtön föl tudta venni a versenyt. Tényleg a világ él mezőnyével, mert akár a Hagara, fivérek, ugye 2 Hagara is külön hajóban, vagy a Mitch, vagy a Roland Gebler, az összes profi, aki a Tornádóban 30 évet is akár eltöltött, azok álltak ott vele szembe, ugyanolyan, vagy még gyorsabb hajókkal, és ott tudott lenni, és tényleg kicsin múlt az, hogy akkor nem ő nyerte. 2 év alatt ő tartotta a lépést, és annak ellenére, hogy az ő komplett élete és múltja az egytestű hajóban zajlott, 2 év alatt föltornázta magát oda az élmezőnybe, és most is az abszolút esélyesek között rajtul egy megint olyan hajóval, amelyik megint csak abszolút esélyes tud lenni. Lovas Zsolt, becenevén Lovacska, a nagy vitorlát kezeli. Farki nagyon-nagyon ért hozzá, hogy egy csapatot összerakjon, motiváljon és egyben tartson olyan módon, hogy az folyamatosan működőképes legyen. Amit róla tudni kell egyébként, hogy a teljes iskolázottsága van, tehát gyerekkorától kezdte a vitorlázást, 4-20, 4-70, 49er, és most 49-erezik, még mindig aktívan, és egész magas szinten, az 5.-6. helyen vannak a magyar mezőnyben. Tóth Robi, a Keneső Marina Port kikötő kapitánya, a kötélrendért felelt az idei versenyen. Robival az asszó osztályban kezdtünk el vitorlázni, ami nagyon szép verseny, meg nagyon szeretjük, de a mi munkánknak egy pici része csak.
Falkék, ahogy nyertek itt sorba, azért ugye egyre többet adtunk mi is, ugye a kikötői háttér a csapathoz. Azért úgy motoszkáltak, gondolom, hát lehet, hogy kéne beszélni a Farkival. Karácsony előtt kérdezte meg a Farki, hogy van-e kedvem vele katamaránozni. Az első mondata az, hogy nem most adj rá választ. Igen, szóval Robiban láttam a potenciált arra, hogy bótkapitán legyen, aki a parton karbantartja a hajót, és előbb-utóbb felelős lesz azért, hogy az technikailag jó minőségű legyen. De Farkival vitorlázni egy kék szalagot, meg a Farkival nyerni kék szalagot is egy olyan dolog, hogy nem illik rá nemet mondani. Vezér Füli, ő egy sztár Magyarországon. Igazándiból az első komoly eredményt, hogy ez 96-ban az atlantai olimpiára kijutással értük el. 96-tól a Szóling hajóosztályban lettek eredményeim. Nagyjából amin elindultunk azon a versenyen, az szinte mindenhol nyertünk is, tehát nagyon sok eredményt értünk el, megnyertük a világranglistát, megnyertük az Európa-bajnokságot. Nyilván rendkívül magas szakmai tudással rendelkezik, amit nagyon-nagyon jó alázatossággal tud behozni a hajóba. Ővele nincs olyan probléma, hogy határozottabban szeretne valamit, nem szeretne semmit. Ő egyet szeretne, hogy jól menjünk, és tisztában van azzal, hogy akkor megyünk jól, hogyha engem támogat. Meihár Csaba, ő civilben egy nagy cég kereskedelmi igazgatója. Ő volt az, aki a Fordekket vitte. Akkor lehet az ember jó vitorlázó, hogyha valamilyen igazi sportot is művel mellette, ami a fizikai alapokat megadja, meg megtanítja az embereket arra, hogy hogyan kell tűrni a fájdalmat, és így előrébb jutni a sportágon belül. És ott a Csabának ezek az adottságai megvannak, tehát jól tud figyelni, nagyon jól tűri a fájdalmat, talán túl jól is. Van a Farki személyiségében valami, ami mondom, így visszaváltoztat engem 12 éves gyerekként gyakorlatilag folyamatosan, amikor hajón vagyok, próbálok, hogy szeretnék megfelelni neki. Valóban én hozok meg minden döntést, a csapattagok is így vannak kiválogatva. Tehát, hogyha valaki döntéseket szeretne hozni, az kiesik. Igen, én így működöm, és én nem is hiszek abba, hogy ilyen kis csapatok, azok tudnak ezen kívül másképpen működni. Tehát a egy döntési központnak kell lennie, az információk befutnak, és akkor azokat én szelektálom, aztán eldöntöm, hogy mi lesz. Elindul egy edzésmunka, ami heti 4 vitorlázott nap. 6-tól 10-ig szoktunk vitorlázni, tekintettel a kék szalagra, és arra, hogy ugye ilyen 9:30 körül megy le a nap ebben az időszakban. És kb. Másfél hónap ez a felkészülés. Tehát az a munka, amit mi elvégzünk a szalag előtt, annak a kicsúcsosodása a kék szalag, az a motiváció, amit a kék szalag jelent, ezt nem lehet reprodukálni. Ez a csapat egyszer létezik egy évben. Tehát megismételhetetlen produkció. Ez csak a kék szalagon van. Tehát az a teljesítmény, amit a kék szalagon hozunk, az ott létezik. Arra van kihegyezve.
amikor én elviszem az embereimet edzeni, akkor úgy edzünk, mint hogyha az olimpiára készülnénk. Nyilván nem tudunk úgy, tehát nem vitorlázunk 350 napot egy évben, vagy 300 napot egy évben. De azt az 50 napot, amit vitorlázunk, azt azzal az intenzitással tesszük, mint hogyha olimpiára készülnénk. Tehát az egész rend, a rendszer, a hozzáállás. Azt gondolom, hogy mi voltunk talán az első csapat, aki így készült a kékszalagra. Ma már van sok, aki így készül a kékszalagra, de ott lett egy fórunk, amit nehéz utolérni. Farkas ezzel a hajótípussal, a finn dinghivel vált először profivá. Egy személyes, nehéz, technikás hajó. Úgy mondják, a finneseknek sajátos lelki alkata van. Farkas 1996-ban az olimpián ezzel versenyzett. Az olimpia az olyan, mint egy diploma, hogy kell, hogy legyen. Picit majdnem mindegy, hogy hányast adnak rá. Tehát úgy el kell oda jutni, és meg kell csinálni. Az alatt tanultam meg, hogy hogyan kell edzeni, felkészülni, eredményesen vitorlázni. Berecz Zsombor a pekingi és a londoni olimpián versenyzett. Az olimpiai szint megugrása mindig is komplex feladat volt. A hajókezelés és a széltaktika mellett fizikailag is nagyon komolyan meg kell dolgozni az eredményekért. Az elmúlt 4 évben tapasztaltam a vitorlás légkörről, meg ahogy változik ez az olimpiai vitorlázásnak a úgymond szintje. Gyakorlatilag tényleg már ilyen atlétákkal versenyzünk. Tehát ez gyakorlatilag 4 év folyamatos munka, mind szárazföldön, mind vizen. Például ilyen szintű edzésekre, mint amit nagyságok ezt nap, mint nap, vitorlázás mellett kéne űznöm. Úgyhogy olyan vitorlás partnerekkel vagyok a vízen, akiktől folyamatosan tanulok, és jobb leszek, és cseréljük az információt egymás között. Amikor kint van a vízen, vagy az egy olyan teljes állapot a számára, az egy ilyen teljesség, amikor ő kint van, és nyilván amikor összeáll a hajó, és úgy jól halad, és tehát én akkor nagyon szeretem őt nézni. Litkei Frigyer Marietta, Farkas felesége. Versenyezni is nagyon szeretem nézni, mert mindig lenyűgöz ez az összpontosítás. A vitorlázásban minden döntést magához von értelemszerűen. És talán éppen ezért a magánéletben jól esik neki delegálni ezeket a döntéshelyzeteket. Mindig közösen döntünk, de a felvetéseket általában inkább én hozom, és akkor azt megbeszéljük, és akkor ő is. Tehát ebben szerintem teljesen egység van, vagy erő, egyensúly. Ez semmiképp sem kapitány a magánéletben. Inkább partner. Farkas otthonában elvétve találni versenyeken nyert trófeákat. A vitorlás emlékek a számítógépen vannak. Nagyon sokat foglalkozik ezekkel. Egy ideje járok hipnoterápiára. És ott szembesültem azzal, hogy amit én csinálok, az a felkészülésnek a része. Tehát amikor nézegettem a képeket, és keresgélem a lehetőségeket a képeken belül, vagy csak egyszerűen nézem a képet, memorizálom azt, hogy én nyertem. És azokat a videókat nézem vissza, ahol mi jól szerepelünk, akkor az a felkészülésemnek a része. Tehát az a mentális, tanulom azt, hogy én nyerek. Farkas sikersorozata a kékszalagon feltüzelte a hazai vitorlázást. Profi csapatok jöttek létre,
komoly versenyhajók épültek. Paulovics Dénes hajóépítő üzeme, a Pauger Yachts, a világ elitvitorlás csapatainak is gyárt hajókat és árbócokat. A műhely most forradalmi újítással, egy kétárbócos katamarán tervével állt elő. Anyagokkal beszélgetek, karbonnal tudok meg a gyantával, de így látom, hogy mi hogy fog történni. Paulovics Dénes, konstruktőr és hajóépítő. De nem kell megépítenem egy hajót, hogy elkészüljön a valóságban. Érzem minden porcikát, érzem, ismerem azt, mintha én lennék. Volt egy-két olyan projektem, ami miatt engem megbíztak különböző hajóépítésekkel, és megismertem a világban folyó legújabb projekteket. El tudtam tájékozódni, de napra kész voltam, hogy mi a jó. Jött egy másik ötlet, két árbolt. Biztonsága a kurvai vitorlafelület, alacsony súlyponttal. Ahhoz, hogy ez a hajó megvalósuljon, arra volt szükség, hogy a magyar vitorlázás egyik legnagyobb vállalkozása, a Valjo Team felkarolja az ötletet. A Valjo egy 60 lábas tengeri versenyhajó, amivel a csapat nagyon rangos regattákon vesz részt. Azok az embereket próbáltuk összerakni Balatonon, akik vagy olyan kvalitású hajósztályba, vagy olyan eredményekkel rendelkeztek, amikből úgy gondoltuk, hogy egy nemzetközi porondra ki lehet velük lépni. Kelemen Tamás, a Valjo és a 50-50 taktikusa. Nekem nagyon nagy élmény volt a mostani Jiráján az, hogy ez a csapat 30-at csomós szélbe 20 órán keresztül a hajó csúcson tudja vinni. Ez egy fizikális, illetve egy hajóérzékbeli dolog. Dini nagyon szerette volna, hogyha ez a hajó megvalósul a kék szalagig. Igazából engem is megkérdezett, hogy nem érdekelne ez az egész, illetve hogy nem szállnék-e bele. Józsa Márton, a Valjo és a 50-50 kapitánya. Kis gondolkodás után úgy döntöttem, hogy tényleg ez nagyon tetszik ez az egész koncepció. Tehát ez forradalmasíthatja a többtestű vitorlásoknak a jövőjét szerintem. A helyzet ott a másik oldalon, kérjük a létre. Elhozhatom a létre? Farkas nagyon gyakran visel apuka feliratú pólót. A bohém festő Litkei Bence, akit mindenki apukának becézett, a mai napig jelen van a csapat életében. Én vitorláztam apukával is. Azt hiszem, hogy így mindenki így mosolyog akkor, amikor így apukáról beszél. De ég és föld a két ember. Az a fajta nyugodtság, ami a Farkiban van, az tökéletesen hiányzott az apukában. A apuka kezdetektől kezdve ott volt. Tehát a Pleasure összerakásától kezdve ő része volt a csapatnak, és azért sok kék szalagot csináltunk vele végig. Amikor apuka a 2011-es kékszalag előtt elhunyt, az egész magyar vitorlás társadalom búcsúzott tőle. Apuka! Felnőtt koromban lett jó viszonyom apámmal. Az a típusú apa, aki a klasszikus nagybetűs apa, az úgy az én életemben nem volt jelen gyerekkoromban. Hát volt egy ilyen támogató, kicsit edző, coach, valaki a környezetemben, de olyan klasszikus apakép nem volt velünk. Aztán, amikor felnőtt lettem, akkor egy nagyon jó viszony alakult ki vele. Amikor az egykezesekre elkísért engem apuka,
és ahogy ott sertepertélt körülöttem, meg segítette a felkészülést a szóló versenyre, azt már együtt éltük meg Mariettával, ő is ott volt, és ő ezen teljesen meghatódott, hogy milyen nagy és mély szeretettel vesz engem körül az édesapám. És ez időbe jött, tehát utána még egy jó 6 évet tudtunk úgy együtt tölteni, hogy én tudatában voltam ennek a dolognak, tehát nem csak megéltem, aztán, amikor ő elment, akkor döbbentem rá, hogy Úristen, engem hogy szeretett az apám, hanem ennek a tudatában élhettem egy jó pár hosszú évet vele együtt, és ez jó, ezért nagyon hálás vagyok. Farki katamaránjának igazából nem a katamaránnak van gyenge pontja szerintem, hanem a csapatnak. Ormándlaki Áron, a litkei csapat egykori bótkapténje, 2012 tavaszán kikerült a csapatból. Azáltal, hogy én nem vagyok a csapatban, nem maradt ott műszaki ember, aki ezt össze tudná rakni úgy azt a hajót, hogy kibírja a 16 órás versenyt, meg az edzéseket. Senki nincs olyan, aki tudná azt, hogy volt ez eredetileg összerakva. 2 évvel ezelőtt, mik azok a dolgok, amiket cserére szorulnak, vagy gyenge pontjai voltak akkor. A testek azok jók, az összekötők azok nagyon erősek, az összeszerelésben lehet csak hibázni. Vagy a vizen, a túlterhelésre nincs kifigyeljen igazából a jelenlegi csapatban. Az összes felkészülés során voltak mélypontok benne. A legelején az volt nehéz megtanulni, hogy itt nagyon komoly technikáról van szó, ami, hogyha pici baj van, az is nagyon sok pénzbe kerül. Ezekkel a nagy hajókkal, amikkel vitorlázunk, nagy, modern versenyhajókkal, ezek mind annyira kiélezettek, hogy bármit módosítasz, túlterheled, akkor összetörik. Ha nem így volna, akkor nem volna elég versenyhajó, akkor azt mondanánk, hogy túl nehéz, túl van építve. Akkor valahol ki kell belőle venni. Hát a törés határon kell őket vinni. Befele a felső, az gyakorlatilag így ennek a kampónak még nem ilyes, hogy ide megy rá, hanem a felére, és onnan le is csúszik. A külsejéből mindenképp kell mind a kettőnek. A belső, tehát attól függ, hogy jó vékonyít egy ilyen fémet, ugye ez ő ért hozzá. Kék szalag előtti napokban a megszokottnál intenzívebb a kikötői zsivaj. Az indulók hajót szerelnek és óránként megnézik, mit jósol a versenyre a meteorológia. A mezőnynek a nagy részén, főleg az élmezőnyön elég nagy nyomás van. Vagy a szponzorok felé akarnak teljesíteni és kell is teljesíteni, vagy saját maguknak, mert arra készülnek évek óta, hogy dobogóra kerüljenek. A Farkin nagyon-nagyon nyomás, ugye, mert magával szemben is van egy elvárása, a környezetének is van egy elvárása. Ő ugye kvázi ilyen örökös bajnoknak, örökös kékszalaggyőztesnek titulált. Tehát ha ő veszít, akkor valószínűleg arról fog szólni a történet, hogy a Farki veszített és nem nyert. Hogyha ő nyert, amint az most normális volt az elmúlt 10 évben, akkor minden megy a maga útján tovább a saját kerékvágásába. Itt készül ugye most egy egészen komoly technikai újítás, kétárbócos kéttestű, tehát egy olyan, amivel semmilyen tapasztalat nincsen, senki nem tudja, hogy mit fog csinálni. Nagyon elfelejtjük ilyenkor egyébként a liberákat, pedig hát van itt ilyenkor is Király Zsolti, van itt ilyenkor is Principessa, van itt több olyan esélyes versenyző és versenyhajó, akik,
abszolút esélyesek, még akár dobogóra is. A szalag Füredről indul, 600 hajó cirkál az 5 km hosszú rajtvonal környékén. Az élvonalbeli csapatok igyekeznek a legjobban helyezkedni, hogy a start pillanatában pontosan azon a képzeletbeli vonalon legyenek, amit két bója jelöl. Azután, hogy a verseny kezdetét jelző ágyú eldördül, látszik, hogy a katamaránok és a liberák mennyivel gyorsabbak, mint az összes többi hajó. Az első forduló a kenesei búja. Itt Litkei Farkas és a német katamarános nagyágyú Helge Zach csatáznak. Utánuk érkezett két libera, a Principessa és a Rafika. Dénes kétárbócosa a start után a déli partot választotta, és jóval a mezőny előtt ért az első bójához. A csapat a rajt előtti napon végzett a 50-50 névre keresztelt hajó összeszerelésével. Azt mondták, csak óvatosan körbe akarnak menni. A kétárbócos az első pillanatban bizonyított. A szokatlan kinézetű hajó háromszoros szélsebességre képes. Ez azt jelenti, hogy háromszor olyan gyorsan megy, mint a szél. Farkasék szorosan a csodafegyver nyomában voltak. A másfél hónapos edzés ekkorra ért be. Szépen összehangoltan és taktikusan vitorláztak. Az, hogy a Principessa, ez a gyönyörű libera tartotta a lépést a katamaránokkal, Rauschenberger Miklós kormányos és a csapat profizmusát dicséri. A részben arról szól, hogy kinek van a leggyorsabb hajója és hogyan készült fel a csapat. Ami igazán szépé teszi a versenyt és a vitorlázást, az a tó és a széljárás alapos ismerete. Egészen apró jeleket kell észrevenni a tavon. Ez lehet egy eltérő fodrozódás, felhők megjelenése a hegyek felett, vagy az ég színének változása. Farkas a tó minden furfangját ismeri, így aztán a tó nyugati medencéjében megelőzte a 50-50-t. A kétárbócos a délután élénkülő szélben Keszthelynél újra átvette a vezetést. Már egy tucat motorcsónak vette körbe a 50-t. A füredi cél minden esetre izgalmas volt, egy zivatar alakult ki a Balaton északi partján. A 50
10 óra 34 perc alatt teljesítette a 170 kilométeres távot. Ezzel megdöntötte azt a rekordot, amit 1955-ben állított fel a Nemere 2. Litkei Farkas hajója pár perccel a 50 után érkezett a cél közelébe, de nem tudott befutni. Az elmozdulás mindig nagyon fájdalmas. Hálás vagyok, hogy egy második helyet vesztettünk emiatt. Ha első helyet vesztettünk volna, az nagyon fájt volna. Kudarc borzasztóan foglalkoztatja, az nem egy lélekemelő időszak, de ettől nem válik kezelhetetlenné, vagy morózussá, vagy nem lehet hozzászólni. Ilyenfajta érzelmi hullámhegyek és völgyek nincsenek. Ha sikeres, annak nagyon örül, de abszolút helyi értékén kezeli. Tehát ő attól magáról nem gondol többet, csak akkor van egy jó hangulat. Tehát azt látom rajta, hogy ez nyilván az dopingolja. Az utolsó egytestű kék szalag következik. Ebben a műfajban mi mindig veretlenek vagyunk, tehát van itt mit védeni. Úgyhogy azt teljes erőből meg fogjuk próbálni megvédeni ezt a címet. Farkas életében a kék szalag csupán az egyik a sok verseny és feladat között. Egész télen Olaszországban edz és versenyez egy 5 személyes versenyhajóval, ez a J24-es. Ez a típus ugyan nem szép, de nagyon komoly mezőny versenyez ebben a hajóosztályban. Kellett egy kis idő, amíg rájöjjek, hogy nem számít a hajó. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen hajóval vitorlázó, hogyha azok egyformák, akkor az ugyanolyan jó játék. Tök mindegy, hogy milyen hajóval mész. A verseny közben a hajónak a szépsége, sebessége, gyorsulása vagy lassulása egyáltalán nem számít. A másikhoz való viszony az okozza a boldogságot. Tehát, hogyha egy ilyen nagyon egyszerű, klinker, palánkos, balatoni csónakba berakjuk a kormányt meg a svertet és rakunk egy vitorlát, azzal is ugyanolyan élvezetesen lehet versenyezni.
E24-es az érdekel. Tehát az, azt szeretem csinálni, vannak benne kihívások, még mi nem értünk pontosan mindent a hajó körül. És alakul egy új csapat, akikkel azt hiszem, hogy eredményesek tudunk lenni az őszi Európa-bajnokságon. Gyors hajót érzek magamba, amivel elrajtolunk, és mindenkinek gyorsabbak vagyunk. Föl fog épülni a kezemben egy olyan gyors J24-es, meg fogjuk tudni úgy vitorlázni a hajót, hogy annyira gyors lesz, unalmas lesz vele versenyezni. Ezt érzem.